Köszöntöm kedves nézőinket! Műsorunk eheti adásában a február 13-ai képviselőtestületi ülés soron következő második részét láthatják. Szabó Balázs képviselő úr, parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Én azt szeretném mondani, hogy tényleg az előző években tett erőfeszítések és ugye hát a feszes gazdálkodás eredményeképpen tényleg olyan adóbevételei vannak most a költségvetésnek, hogy sikerült az előző két éves hagyományokat ugye továbbvinni. Történetesen olyan most sincs mínuszba a költségvetés, és most is tud tartalékot képezni, még így is, hogy ugye rengeteg önként vállalt feladatnak a költségei megemelkedtek. Ez ugye dicséretes. Én a kátyúzást ugye kérdeztem most szám szerint. 1000 négyzetmétert említett most osztályvezető úr. Én azt szeretném kérdezni, tudom, hogy nem kérdése korában, hogy az előző évekhez képest ez mekkora összeg, hogy több-kevesebb, mint az előző években volt. Köszönöm. Akkor most visszakanyarodtunk a kérdésekhez. Parancsoljon. Jó, osztályvezető úr, akkor kérem, akkor válaszoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Éppen mielőtt a testületi ülésre jöttem, akkor pont ebben a témában egyeztettünk a kollégákkal, tehát friss adatokkal tudok szolgálni. Nagyságrendileg, amit kifejezetten útfelület meghibásodásról, tehát kifejezetten kátyúzásra fordítottunk a 2019-es évben, ez nagyságrendileg olyan bruttó 12 millió forint volt, tehát ebből kiindulva a 2020-as évben kifejezetten kátyúzásra olyan bruttó 4 millió forinttal többet fogunk tudni fordítani. Ebben nem számoltuk bele azokat a nagyobb felületű útfelület zárásokat, amelyeket a tavalyi évben elvégeztünk. Gondolok itt az Alkotmány utcában a kubikus park melletti útfelületre, ez nyilván nem került beszámításra erre, hiszen az nem is kátyúzási feladat volt, hanem ez egy karbantartási felületzárási technológia, tehát kifejezetten kátyúzásra az idei évben a tavalyi tényadatokon felül egy olyan bruttó 4 millió forinttal többet fogunk tudni fordítani a város területén. Köszönöm. Jó, szeretném, parancsol? Tessék, persze, parancsol. Köszönöm szépen az adatokat, és hogy említette osztályvezető úr, valószínűleg, mivel hogy építőiparról van szó, valószínűleg most ugye növekedni fognak majd a négyzetméter árak, tehát olyan túl sok négyzetméter különbség az előző évekhez képest nem tartalmazott ez a 16 millió forint, ezért én elgondolásra javasolom a képviselőtestületnek, hogy valamelyest növeljük meg ezt az összeget, mondjuk minimum egy 5 millió forinttal, ugyanis ahogy a polgármester úr is említette, szeretné jóval hatékonyabban és jóval jobban vezetni a várost, és ugye a örök érvényű igénye a lakosságnak, hogy a belterületi utaink rendben legyenek, és én úgy gondolom, hogyha az előző évekhez képest szeretnénk ebbe egy jóval nagyobb minőségjavulást, akkor ezen az osztályvezető úr által említett 4 millió forint plusz, ez a várható költségnövekedésre tekintettel, ez nem biztos, hogy elégséges ahhoz, hogy már 2020-ban egy látható minőségnövelést érjünk el ezen a területen. Úgyhogy én szeretném felvetni, hogy egy 5 millió forintot még csoportosítsunk át tartalékból erre a sorra, illetve erre a feladatra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nekem az a véleményem erről, hogy a korábbi évekhez képest most 25%-kal növeltük meg a kátyúzásnak a költségét. Azt gondolom, hogy ez egy kellő mértékű javulás. Örülök annak, hogy képviselő úr is bízik az új városvezetésben, illetve abban, hogy látható lesz minél előbb mind a szemléletváltás, mind a dinamizmus a Kalocsának.
de azért egy kicsit, tehát egyik évről a másikra azért olyan nagy eredményeket ne várjunk el. Én azt gondolom, hogy így is dicséretes az, hogy mind a sporttámogatást megnöveljük 10%-kal, mind akár a kátyúzást 25%-kal, úgyhogy nagyon sok más olyan terület van. Nyilván semmi nem elég, akár a sporttámogatás is kevés lehet ez az összeg, akár a kátyúzás is kevés lehet ez az összeg, csak azt kérem mindig mindenkitől, hogy nézzük meg, hogy honnan indultunk. Tehát az alap. És hogyha egy alaphoz képest egyik évről a másikra növelünk 25%-kal egy fejlesztési, egy karbantartási területet, én azt gondolom, hogy azért az elegendőnek kell, hogy legyen, de nyilván majd a képviselőtestület eldönti, hogy most ehhez partner kíván-e lenni vagy sem. Én a tartalékkeretet így is nagyon-nagyon kevésnek tartom, a 65 millió forintot, úgyhogy én azért, és ahogy mondtam, hogy van két nagy pályázatunk, amelyetnek az önereje az még kétséges, így egy kicsit óvatosságra inteném a testületet, mert nyilván fontos a kátyúzás, de fontos az is, hogy óvodánk megépüljön, fontos az is, hogy az ipari parki fejlesztésünket végig tudjuk vinni, fontos az, hogy a folyamatban lévő pályázatainknál bárhol adódhat még plusz költség, akkor ott hely tudjon állni az önkormányzat. Köszönöm. Más vélemény hozzászólás van-e? Szabó Balázs képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ezt reagálnék erre a bízik az új városvezetésben kifejezésére. Hát ha jól tudom, mi is azért benne vagyunk ebbe a városvezetésbe. Persze, hogy bízunk saját magunkba. Azért nem nagyon értem ezt a megfogalmazást, de jó, rendben. Én ezt nem értem, hogy ez most miért így van. Csak így azért van. Mondom, hogy miért ne bízunk saját magunkba is. Hát most egyértelmű. Nem vállaltuk volna ezt a feladatot, de hát köszönöm szépen, hogy... Majd talán rászolgálunk a bizalmával egy pár hónap múlva. Mindent, nagyon jó, mehetünk tovább. Én úgy gondolom, hogy igen, említette azt, hogy rengeteg dolog fontos, és rengeteg feladata van ennek a városnak, és persze minden javulásnak örülni kell. Én csak abból indultam ki, hogy rengeteg önként vállalt feladatunkat most megnöveli ez a költségvetést. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy mennyi sok olyan kötelező feladat van itt például az óvoda és egyéb példák, amiket említett, amiket ugye teljesítenünk kell, én azt hittem, hogyha ugye az önként vállalt feladatokat ilyen nagy arányba tudtuk most növelni, akkor a kötelezőket is legalább ilyen nagy arányba tudjuk, de ha most nem, akkor nem. Csak egy gondolat ugye a sporttámogatáshoz. Elnézést, hagyd kérdezzek már vissza, melyik önként vállalt feladatunknak a nagy megnövelésére gondol? Hát benne van a általánosságban. Mert például a sporttámogatás az egy önként vállalt feladat. Igen, az is egy önként vállalt feladat. A szociális juttatások is egy önként vállalt feladat. Azért mondtam, hogy ez a dicséretes dolgok, de ugye, ha az ember ezeket megnöveli, ekkora mennyiségbe, akkor egyértelmű, hogy arra lehet következtetni, hogy a kötelező ellátandó feladatokat is minimum ekkora mennyiségbe tudja növelni. Ugyanis azért ezt mindig tudjuk, hogy azért hierarchia van, már pedig az önként vállalt feladatok is fontos, de azért a kötelezően vállalt feladatok azért mindig fontosabb. Úgyhogy a sporttámogatás... Egyik kötelezően vállalt feladatunk sem sérül. Sőt. Köszönöm szépen. A sporttámogatásokhoz pedig csak egy gondolat. Igen, köszönöm szépen a sportegyesületek nevében, hogy ismét növekedett a sportegyesületek támogatása, ahogy említette most 2 millió forinttal ugye a városi költségvetésnek a kontójára. Itt viszont szeretném megemlíteni, hogy van olyan lehetőség is, amiben tud segíteni az önkormányzat, illetve a városvezetés, vagy pont a város legelső embere az önkormányzatoknak, jóval nagyobb tételbe, úgy, hogy ez nem kerül pénzébe a városi költségvetésének. Ez pedig ugye a társasági adó nyújtotta bevételi forrásoknak a behozatala, TAO pályázatoknak az összegeinek a behozatala. Úgyhogy én örülök a 2 millió forint költségvetés által nyújtott plusz támogatásnak, de annak még jobban
és plusz tudnék örülni, hogy az előző évekhez hasonlóan a város első embere által nyújtott TAO pénzek beszedésébe is elérnénk azt a szintet, mint az előző években. Ez is nagyba, igaz, hogy nem szerepelne a költségvetésbe, de nagyon nagyba hozzájárulna a sportegyesületeknek az életének a javulásához. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezt most úgy tetszik mondani, mint hogy én ebben nem dolgoztam volna semmit, vagy most, hogyha ez visszaesett volna. Igen. Mi igen? Ez most visszaesett. De... Per pillanat decemberben ennyi. Ez most én. Decemberben, amikor a TAO támogatások voltak, akkor igen, megkerestek engem, hogy menjek át cégekhez, és akkor mondjam meg, hogy melyik sportegyesületnek melyik cég mennyit adjon. És ezt mondtam, hogy ezt nem vállalom fel, hogy én döntsem el polgármesterként, hogy melyik sportegyesület, erről beszéltünk is. Az, hogy a cégek általánosságban adjanak sporttámogatást a jogosult egyesületeknek, abban én azt gondolom, hogy kivettem a részem, és jól is működött. Nyilván ez most tavasszal is remélem, hogy jól fog működni, úgyhogy nem értem képviselő úrnak ezt a felvetését, és nem értem, hogy itt a sporttámogatást, ezt az általános sporttámogatást, ami megnövelt, ugye tudja, hogy ez honnan indult. 19-ben, amikor a költségvetés nem tudta akkor a képviselőtestület megszavazni, akkor minden képviselőnek voltak igényei, meg voltak feltételei, és nekem igen az volt a feltételem, hogy egyrészt növeljük meg a sporttámogatást 14,5 millió forintról 18 millióra, adjunk a közbiztonság növelésére a polgárőregyesületnek pénzt, illetve azt, hogy a közterületeink tisztaságára fordítsunk pénzt, illetve hogy teremtsünk tartalékkeretet. Ezek valósultak meg. Tehát most, hogyha annyira fontos a sporttámogatás, akkor ön, mint sportbizottság elnöke, akkor miért nem emelte fel a hangját, és arra a költségvetési vitánál, hogy igen, vert az asztalt, hogy a sportegyesületeknek még több pénzt adjon az önkormányzat? Képviselő úr, nem értem ezt a számonkérését, amit most felém mond, és egy kicsit vissza is utasítom. Köszönöm szépen a javaslatát. No, szeretném kérdezni, hogy van-e még bocsánat, valakinek? Nekem, de bocsánat, nekem volt, és beleszólt az én időmbe, nem járt az időm. És ön befejezte? Úgy nem, ön tetszett beleszólni. Uh-huh. Jó, én nem így értettem, parancsoljon képviselő úr, akkor tessék mondani. Köszönöm szépen, igen, én akkor is... Az idő keretére azért figyeljen, jó, kérem. Jó, természetesen. Köszönöm. Igen, én nagyjából egy éve akkor is elismertem az ön akkori politikai tudását, és tényleg nagyon-nagyon megtapsoltam, hogy önkormányzati költségeket használt fel ugye saját politikai célokra, de tény, hogy akkor ez, igen, növelte a költségvetésben a sporttámogatást. Igen, az is tény, hogy akkor ez még nem állt rendelkezésre. Úgy sikerült ezt beépíteni, hogy ugye egy olyan eladást sikerült megszavazni, amire önök mindig azt mondták, hogy önök már pedig soha nem adnak el ingatlant. Mivel hogy sikerült eladni az ingatlant, így lehetett a sporttámogatásoknak növelni, de természetesen igen, ezt köszönjük szépen, de semmi köze nincs az én felszólásomnak, a TAO pénzek behozatalának és az itteni sporttámogatásoknak a dolgaihoz. Én úgy gondolom, hogy ha esetleg eltetszett volna jönni azokra a beszélgetésekre, akkor ön is megérteni, hogy ez hogy működik. Szó sincs arról, hogy maga mondaná meg, hogy kikinek mennyit adjon. Ezt már eldöntötték ugye az adott szervezetek. Mi arra képviselő kértük, arra kértük jelenleg önt. Nem tárgya a költségvetési vitának, és az időkeretét, azt már túllépte, de hallgatom, csak jó. Szeretném kérni, hogy próbáljunk meg a napirendhez. Arra kértük önt, hogy legyen szíves latba vetni az ismerettségét, kapcsolatát, és az ön ruházott, ugye. Meg is teszem. Jó, köszönjük szépen, csak akkor ne teszem mondani, hogy megtette, mert nem így történt. Köszönöm szépen. És ezt sajnos így volt. De nagyon szépen köszönjük, hogyha ezt a jövőbe megteszi. Köszönjük szépen. Képviselő úr, én decemberben is megtettem, amit vállaltam, és ezután is megteszek. Ezt egy kicsit visszautasítom, hogy most ön azt mondja, hogy azért, mert én egy sporttámogatásra kértem akkor a városvezetés, hogy azt növeljük meg azt az összeget, most ilyen politikai célokra használtam fel. Köztudott gyerekkorom óta szeretem a sportot, szívügyem a sport, most is, ezért folytatom ezt a munkát. Most már nem kellene ön szavát idézve bármilyen politikai célra. Nem, azért, mert támogatást szeretnék a sportra, mert alulfinanszírozott a sporttámogatásunk, még mindig alulfinanszírozott, és ezért teszek meg mindent annak érdekében, hogy minél több legyen. Úgyhogy nem is nagyon értettem ezt a felvetését, változatlanul nem értem, de...
el szeretném, most nem szeretnék most már ilyen szócsatározásokba menni. Summa summarum, a sporttámogatásokra azt gondolom, hogy eddig is már elég sokat tettem, és ezen túl is, és nyilván vállalom is, hogy a jövőben is mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy a kalocsai sportolók, kiemelten a sportoló gyerekek, akár az utánpótlás sportokra is gondolva, minél jobb színvonalon, minél stabilabb anyagi környezetben tudjanak sportolni. Szeretném kérdezni, hogy másnak van-e hozzászólása még, vagy véleménye? Ha nincsen, akkor a vitát zárom. Pénzügyi bizottság véleményét elmondta. A rendelet hatálya a képviselő testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítás alá tartozó intézményekre terjed ki, a költségvetés bevételei és kiadásai. Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei együttes konszolidált 2020 évi költségvetését 6 milliárd 165 millió 712 ezer forint költségvetési főösszeggel, ezen belül 2 milliárd 698 millió 993.000 forint költségvetési bevétellel, 3 milliárd 266 millió 719.000 forint belső finanszírozási bevétellel, 200 millió forint külső finanszírozási bevétellel, 5 milliárd 924 millió 541.000 forint költségvetési kiadással, 241 millió 171 ezer forint finanszírozási kiadással, 3 milliárd 225 ezer 548 ezer forint összegű előző évi költségvetési maradvánnyal finanszírozott költségvetési hiánnyal, külső finanszírozású működési költségvetési hiánytól mentesen állapítja meg. Kérnék szavazást. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. Következő napirendünk a 2020 évi költségvetési kitekintő határozat elfogadása. Ez a költségvetéssel függ össze. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben rögzítik, hogy a tárgyév és az azt követő három év költségvetési évére vonatkozóan kell egy kitekintő határozatot elfogadni. Ez magyarul arra szolgál, hogy ugye az önkormányzatok ne egy adósság spirálba keveredjenek, és ezért kell ezt a négy éves periódustról számot adni. Szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés van-e? Kérdés nincs. Szeretném kérdezni, hogy véleménye, hozzászólása van-e valakinek? Dr. Körmendi Szabolcs képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr. A Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, és 6 igen szavazattal a rendeletet elfogadása javasolja. Köszönöm szépen. Másnak van-e hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor a vitát zárom, és szavazásra teszem fel. Határozati javaslat, képviselőtestület az államháztartásról szóló törvény, Kalocsa Város Önkormányzat 2020 évi költségvetés kitekintő határozatát az alábbiak szerint fogadja el, a kiküldött táblázat változatlan formájában. Kérném a szavazást. Köszönöm szépen, 10 igen szavazattal képviselőtestület elfogadta. Köszönöm, harmadik napirendünk, új helyi közművelődési rendelet megalkotása és kapcsolódó döntések. Egy jogszabályi változás lépett életbe 2018-ban, és ennek a rendeletnek megfelelően kell a közművelődési rendeletet megalkotni. Ez sajnálatos módon nem történt meg.
2020. január 1. napjáig, ezen időpontig adott a rendelet határidőt, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelően aktualizálja mindenki, minden helyi közművelődési intézmény a rendeletét. Ez nálunk elmaradt. Örömmel vettem, hogy a megbízott intézmény vezető felhívta erre a figyelmet, és összeállították viszonylag gyorsan ezt az új közművelődési rendeletet. Ami a rendeletben és a törvényi szabályozás folytán egy jelentős változás lesz, az egy névváltozás, mégpedig, hogy nem kulturális központ elnevezés lesz, hanem művelődési központ. Erre azért van szükség, a rendelet úgy szól, hogy legalább 275 fő befogadására szolgáló művelődő közösségek, előadó művészeti csoportok előadásainak színpadi produkciók bemutatására, továbbá ünnepségek megtartására alkalmas játszóhelyen rendelkező helységgel kell rendelkezni. Ez Kalocsán ezt a kritériumot nem tudjuk biztosítani, hogy a színházunknak sincs ekkora befogadóképessége, úgyhogy egy alapszolgáltatások teljes körét biztosító kulturális központi formában tudjuk ezt ellátni, és így művelődési központ névre térünk át. Nagyon szépen köszönöm megbízott intézményvezető asszonynak, hogy ezt összeállították, ezt az anyagot. A lényegét így ismertettem, tehát Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár lesz az új hatályos jogszabályi megfelelése az intézményünknek. Sajnálatos, hogy ezt határidőre nem sikerült megcsinálni, de jobb később, mint sose. Szeretném kérdezni, hogy valami képviselőnek van-e kérdése ezzel kapcsolatosan? Kérdés nincs, akkor vitát megnyitom, van-e vélemény, illetve általánosságban a rendeletről. Tihanyi Tiborné képviselőasszonynak adok szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. A jogi bizottság elnökének távol létével szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a bizottság a napi rendet tárgyalta, és egyhangúan támogatásra javasolja. Köszönöm szépen. Pécsi Vivien képviselőasszonynak adok szót, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr. A Kulturális és Szociális Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az új helyi közművelődési rendelet megalkotása és a kapcsolódó döntések tárgyában az előterjesztésben foglalt határozati javaslat és a rendelet tervezet elfogadását. Köszönjük szépen. Más vélemény van-e? Ha nincs, akkor természetesen az intézménnyel és a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal is megtörtént a véleményeztetés, valamennyi elfogadásra javasolja. Kettő szavazást kell tennünk, egy határozat, illetve a rendelet. Ha nincs más vélemény hozzáfűzni való, akkor a vitát zárom. Határozati javaslat, Kalocsa Város Önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2017. május 17 napján kiadott KKK kötőjel A kötőjel 2017 számú alapító okiratának alábbiak szerinti módosítását. Itt az írásban kiküldött módosító okirat változatlan formában kerül javaslattételre. Kérnék erről egy szavazást. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. A következő szavazatunk a rendelet tervezet. Kalocsa Város Önkormányzatának képviselőtestülete önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Itt az írásban kiküldött rendelet változatlan formában kerül javaslattételre. Erről kérnék egy szavazást. Köszönöm.
10 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. Következő napirendünk. Kalocsa környéki ivővíz minőség javító társulás társulási tanácsba delegálásról. Egy újabb társulásunk. Dr. Bálint József polgármester úr volt korábban a társulási tanácsba delegálva, és jelenleg pedig személyemet delegálnák társulásban, települési polgármesterek vesznek részt. Ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy van-e kérdés? Ha kérdés, Szabó Balázs képviselő. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni polgármester úr, vagy edző úr, hogy ennek a társulásnak mi a szerepe, mi a feladatai, miben tudna esetleg segíteni Kalocsának, önpolgármester úr, mi az, amit el tudna érni Kalocsa érdekébe ebbe a társulásba. Köszönöm. Ami eddig is képviselő úr. De jegyző úrnak adom szót. Ennél jobb választani sem tudtam volna mondani. Ez az ivóvíz minőségű társulás egy projektre jött létre, tehát kötelező volt létrehozni egy társulást. Ebbe főként a környező településeknek az ivóvíz hálózatának, illetve van egy másik, ugye a szennyvíztársulás fejlesztése volt benne, Kalocsát kisebb részbe érintette ezt. Igazából röviden tömegen ennyi. Én a műszaki osztályvezetőnek mondanám, hogy még ők jobban részt vettek ennek a munkájába. Nem tudom, hogy tényleg érde képviselő urat? Természetesen. Jó, akkor osztályvezető úr, akkor kérném, hogy akkor részletes ismertetést a... Köszönöm a szót, polgármester úr. Tehát ez a Kalocsa környéki ivóvíz minőség javító társulás, ez egy pályázat megvalósítására jött létre. Tudjuk, hogy ez több településsel egyetemben valósult meg, Solt városi önkormányzatának vezetésével. Nyilván ez a pályázat már megvalósult, lezárult, fenntartási időszakba lépett, olyan túlon-túl nagy döntések már ebben a fenntartási időszakban azért nem várhatóak. Nyilván a fenntartási időszak végéig ennek a társulásnak működnie kell, azt folyamatosan fenn kell tartani. Nyilván a társulásnak van éves költségvetése, azokkal kapcsolatos döntések fognak várhatóan éves szinten megszületni, amelyek az alap működtetéshez szükségesek, tehát olyan túlon-túl nagy dolgokban, illetve az ivóvíz hálózattal kapcsolatos döntések már fejlesztések ennek a társulásnak a keretében már nem várhatóak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kielégítő volt a válasz, képviselő. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr. Én köszönöm az érdeklődését. További kérdés van-e? Ha további kérdés nincs, akkor vélemény, hozzászólás, vitát megnyitom ez a témával kapcsolatosan. Ha nincs vélemény, hozzászólásra jelentkező, akkor a vitát zárom. Csak előre szeretném bocsátani, hogy csak azért fogok igennel szavazni, mert ezzel tudom kifejezni azt, hogy elfogadom a jelölést meg a delegálást, tehát ezért nem fogok tartózkodni. Köszönöm. Vitát zárom, szavazásra teszem fel a határozott javaslatot. Kalocsa város önkormányzatának képviselőtestülete a Kalocsa környéki ivővíz minőség javító önkormányzati társulás társulási tanácsába dr. Filvig Gézát Kalocsa város polgármesterét delegálja. Kettő, felkéri a jegyzőt, hogy a képviselőtestület döntéséről Kalocsa környéki ivővíz minőség javító önkormányzati társulás határozat megküldésével értesítse. Kérném a szavazást. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen! Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, amikor a város életével kapcsolatos, további fontos döntésekről tájékoztatjuk Önöket. Viszontlátásra!